A várakozásoknak megfelelően Maurizio Sarri lett a Juventus új vezetőedzője. A Paris Saint-Germain elnöke Nasser El-Khelaifi keményen kiosztotta a csapat sztárjait. Paul Pogba először szólalt meg a jövőjével kapcsolatban. A Sporttudományok Nemzetközi Központja legújabb felméréséből kiderült, hogy ki jelenleg a világ legértékesebb játékosa. Nézzük az elmúlt napok legérdekesebb foci híreit. Amire korábban már számítani lehetett, az vasárnap délután hivatalossá vált, vagyis hogy Maurizio Sarri elhagyja a Chelsea együttesét és a Juventus vezetőedzőjeként folytatja pályafutását. A 60 esztendős olasz tréner tavaly nyáron a Napoli edzői posztját otthagyva vette át a Chelsea irányítását, amellyel a szezon végén Európa Liga győzelmet ünnepelhetett, míg a Premier League-ben a Bajnokok Ligája indulást érő harmadik helyre hozta be az együttest. Ám a kékek vezetői a viszonylag jónak mondható szereplése ellenére sem voltak maradéktalanul elégedettek Sarri munkájával, és már a szezon közben is lehetett arról hallani, hogy az idény végeztével úti laput kötnek a talpára. Ez végül így is történt, jól lehet, a különválás nem egyoldalúan, hanem közös megegyezéssel történt. A Chelsea klubigazgatója Marina Granovskaya elárulta, az Európa Liga döntőjét követő tárgyalások során Maurizio Sarri világossá tette számukra, hogy nagyon szeretne visszatérni hazájába, mivel közelebb akar lenni a családjához, ezért arra kérte őket, hogy bontsák fel a szerződését. Erre végül vasárnap került sor, ezt követően pedig aláírhatta a 3 évre szóló megállapodását az olasz bajnoki címvédő Juventusszal. A beszámolók szerint Sarri idényenként több mint 6 millió eurót tehet majd zsebre a torinóiaknál, de ez az összeg a későbbiekben bónuszok formájában tovább növekedhet. A Juventusnak emellett kompenzációs díjgyanánt 3 millió eurót kell átutalnia a Chelsea-nek, amiért a londoniak belementek abba, hogy idő előtt felbontsák a tréner 2021-ig szóló szerződését. A Chelsea vezetőedzői posztjára egyébként a gárda korábbi legendás játékosát Frank Lampardot tartják a legesélyesebbnek, aki jelenleg a Derby County trénereként tevékenykedik. Visszatérve Sarrihoz, az olasz sajtó úgy tudja, érkezésével nagy változások várhatóak a Juventus játékos keretében, és majd egy tucat játékos jövője vált bizonytalanná a klubnál. Ezen játékosok közé tartozik többek között Joao Cancelo, Mario Mandzukic, Douglas Costa, Paulo Dybala, Sami Khedira, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio, illetve a kapus Mattia Perin is. Ami pedig a várható érkezőket illeti, a hírek szerint Sergej Milinkovic-Savic a Lazio, Paul Pogba a Manchester United, Mauro Icardi az Inter és Federico Chiesa a Fiorentina játékosának neve a Sarri kívánságlistájának élén. Paul Pogba, a Manchester United világbajnok francia középpályása először beszélt a sajtónak a jövőjével kapcsolatban, és elárulta, nyitott arra, hogy idén-nyáron elhagyja a klubot. A 26 éves játékost egy Tokióban tartott szponzori rendezvényen kérdezték a jövőjéről. Ekkor nyilatkozta azt, hogy nagyszerű volt az elmúlt 3 idénye a Vörös Ördögöknél, ahol voltak jó és rossz pillanatai is, az idei nyár pedig jó alkalmat kínál számára, hogy új kihívást keressen magának valahol máshol, egy másik csapatban. Mint ismert, Pogbát 2016 nyarán klubrekordot jelentő 105 millió euróért vásárolta meg a Manchester United a Juventustól, amely 2012-ben ingyen igazolta le őt, épp a Vörös Ördögöktől. Eddigi 3 United-es szezonja azonban igencsak felemásra sikeredett. Első idényében ugyan jól ment neki a futball, és Európa Ligát is nyert az együttessel, ám a második évében már adós maradt a jó játékkal, amely miatt az együttes akkori menedzserével, José Mourinhoval is megromlott a viszonya. Azonban miután tavaly decemberben a portugál tréner a menesztés sorsára jutott, Pogba valósággal megtáltosodott Ole Gunnar Solskjaer irányítása alatt. Végül minden tétmeccset figyelembe véve 16 góllal és 11 gólpasszal zárta az idei évet, ezzel ő lett a manchesteriek legeredményesebb játékosa a szezonban, és nem mellesleg bekerült a Premier League álomcsapatába is. Ám ennek ellenére idén is rengeteg kritika érte a nem megfelelő flegma hozzáállása miatt, melynek következtében a szezon hajrájában a szurkolók szimpátiáját is elveszítette. A bajnokság utolsó játéknapján például, amikor a United hazai pályán 2-0-ás vereséget szenvedett a kieső Cardiff City-től, az Old Trafford közönségének egy része Pogba távozását követelte. Ennek tükrében nem elképzelhetetlen a francia játékos nyári távozása, de egyelőre még kevés a konkrétum ezzel kapcsolatosan. Bár a Juventus és a Real Madrid is leigazolná őt, de a legutóbbi hírek szerint a Manchester United nem szándékozik mindenáron megválni tőle. Legfeljebb akkor gondolkodnának el az eladásán, ha egy 150-160 millió euró körüli ajánlat futna be érte.
A svájci székelyű sporttudományok nemzetközi központja legújabb felmérésében az 5 európai topliga 100 játékosát vizsgálta, aszerint, hogy jelenleg kik azok a labdarúgók, akik a legnagyobb piaci értékkel rendelkeznek. A lista első helyén a Paris Saint-Germain világklasszis francia támadója Kylian Mbappé áll, akinek jelenlegi értékét 252 millió euróra tartják. Érdekesség, hogy a fiatal játékos tavaly 186,5 millió eurós értékkel rendelkezett, ami akkor csupán a harmadik helyhez volt elegendő. A lista második helyét az egyiptomi válogatott és a Liverpool sztárja Mohamed Salah foglalja el 219,6 millió euróval, míg a képzeletbeli dobogó legalsó fokát a Manchester City angol válogatott támadója Raheem Sterling foglalja el a maga 207,8 milliós értékével. A trióta a Barcelona ötszörös aranylabdás sztárja Lionel Messi követi mintegy 167,4 millió euróval, rajtuk kívül pedig Jadon Sancho, Sadio Mané, Harry Kane, Roberto Firmino, Antoine Griezmann és Leroy Sané fért még be az első tízbe. Külön érdekesség, hogy a Paris Saint-Germain brazil támadója Neymar a tavalyi második pozícióból a 17. helyre esett vissza. Egy évvel ezelőtt 197,5 millió euróra taksálták az értékét, idén azonban már csak 124,7 millió euróra. De említést érdemel a Juventus erősítő, mint egy 118,1 millió euróra taksált Cristiano Ronaldo 20. helye is. Igaz, az ő értéke így is nőtt a tavalyéhoz képest mintegy 15 millióval. Az oldal az értékek alapján posztonként is rangsorolta a játékosokat, és ennek alapján összeállította a jelenleg legdrágább álomcsapatot. Az álomcsapat hátsó alakzatában 4 Liverpool játékos is szerepel. A kapus Alisson, illetve 3 védő, nevezetesen Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold és Andy Robertson, míg a hátvédsor negyedik tagja a Manchester City-t erősítő Emerick Laporte lenne. A középpályára Paul Pogba, Philippe Coutinho, illetve Bernardo Silva kerülne, míg a támadó hármast Mohamed Salah, Kylian Mbappé és Raheem Sterling alkotná. Az álomcsapatból is kitűnik, hogy a listán az angol bajnokságban szereplő játékosok vannak többségben, hiszen az első 30 helyezettből 19 is a Premier League-ben szerepel. Nasser El-Khelaifi, a Paris Saint-Germain elnöke hosszú interjút adott a France Football magazinnak, amelyben többek között arról is beszélt, hogy a visszatérő Leonardo sportigazgatóval közösen milyen új irányelveket igyekeznek bevezetni a következő szezontól a csapatnál. A párizsi klub katari elnöke szerint a játékosoknak a korábbiaktól eltérően sokkal több felelősséget kell vállalniuk és sokkal többet kell dolgozniuk azért, hogy az együttes elérje a kitűzött célokat. Egyszerűen muszáj változtatni a játékosok hozzáállásán, különben soha nem jutunk egyről a kettőre. Aki pedig nem ért egyet ezzel a nézőponttal, azelőtt nyitva áll az öltöző ajtaja, és mehet amerre lát. Elegem van a sztár a lűrökből, mondta Nasser El-Khelaifi, aki a sportigazgatói poszton történt változtatásokról is szót ejtett. A legutóbbi sikertelen szezon után megértettem, hogy elkerülhetetlenek a változtatások, új impulzusokra van szükség, máskülönben soha nem jutunk el sehova. Ezért döntöttem úgy, hogy Antero Enrique helyett Leonardo-t bízom meg a sportigazgatói feladatok ellátására. Ő az én emberem, hihetetlen figura, vakon megbízom benne. A természetéből fakadó tekintély mindenkire jó hatással lesz, különösen a játékosokra. Bár a klub első embere konkrét neveket nem említett, hogy mely játékos vagy játékosok hozzáállásával elégedetlen, de a nemzetközi sportsajtó szerint El-Khelaifi szavai elsősorban Neymarnak szóltak, akivel szemben állítólag kezd végérvényesen elfogyni a türelme. Egyrészt amióta a brazil támadó 2017-ben a Barcelonától a PSG-hez igazolt, szinte folyamatosan sérülésekkel bajlódik, amelyek miatt képtelen formába lendülni. Tavaly és idén is kulcsfontosságú bajnokok ligája meccseket kellett ezen okból kifolyólag kihagynia. Ráadásul az elnök azt sem nézi jó szemmel, hogy akárhányszor megsérül, rögtön szülőhazájába, Brazíliába utazik, ahol gyakorlatilag mindennel foglalkozik, csak a felépülésével nem. Másrészt a viselkedésével is egyre nagyobb gondok vannak. Ebben a szezonban két alkalommal is úgy kapott 3 meccses eltiltást, hogy mindkét esetben a pályán kívül elkövetett sportszerűtlen magatartásáért büntették meg. Az első eltiltást az UEFA szabta ki rá, miután a PSG Manchester United mérkőzés után a közösségi oldalán élesen bírálta a találkozó játékvezetőit, akik szerinte a hozzá nem értésükkel nagyban hozzájárultak együttesének kieséséhez. A második 3 meccses eltiltását pedig a Francia Labdarúgó Szövetségtől kapta, miután a Rennes elleni vesztes francia kupadöntő után megütötte az egyik őt kritizáló szurkolót. Mindezek tetejébe áprilisban egy bajnoki után csúnyán összeszólalkozott csapattársával, Julian Draxlerrel, akivel kis hián tetlegességig fajultak a dolgok,
csak a stábtagok közbeavatkozásának köszönhető, hogy nem verekedett össze a két játékos. Az összeszólalkozás tényét egyébként a napokban maga Draxler is elismerte. Abba tortán, hogy időközben Neymart nem erőszakkal is megvádolták, amelyet a klubelnök szintén nem néz jó szemmel, mert az ilyen ügyekkel nem csak magát, hanem a Paris Saint-Germaint is rossz színben tünteti fel, nem beszélve arról, hogy az ilyen botrányok miatt a futballra sem tud megfelelően koncentrálni. De nem csak El Khelaifinél telt be a pohár a brazillal szemben, hanem állítólag Thomas Tuchel vezetőedzőnél is, aki közölte a vezetőséggel, hogy olyan öltözőt szeretne kialakítani, amelyben kevesebb a nagy egóval rendelkező sztárjátékos. A német trénernek csak és kizárólag olyan labdarúgókra van szüksége, akik képesek a saját egyéni érdekeiket a csapat érdekek mögé helyezni. A L'Équipe című francia sportlap szerint ezen okok miatt jó esély mutatkozik Neymar lehetséges nyári klubváltására, erre pedig már a Paris Saint-Germain is áldását adta, azzal a kitétellel, hogy legalább annyit szeretne kapni érte, amennyiért két éve megvásárolta a Barcelonától, vagyis közel 222 millió eurót. A lap szerint a támadó menedzsere Pini Zahavi már megkezdte előkészíteni a brazil klasszis távozását, ami viszont figyelembe véve a játékos vételárát és csillagászati fizetését, egyáltalán nem ígérkezik könnyű feladatnak. Jelenleg ugyanis nagyjából csupán három olyan klubban a világon, amelyeknek az anyagi hátterük lehetővé teszik egy ilyen kaliberű transfer tető aláhozását. Ez a három klub pedig nem más, mint a Barcelona, a Real Madrid és a Manchester United. El Khelaifi a France Footballnak adott interjújában egyébként Kylian Mbappéről is szót ejtett, vele kapcsolatban azt mondta, hogy 200%-ig biztos benne, hogy a francia játékos a következő idényben is a PSG-ben szerepel majd. Ha tetszett a videó, akkor nyomd rá egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. További focis tartalmakért pedig látogass el a Tiki Taka TV Facebook, illetve Instagram oldalára is.